Ma még töredezett kátyus úton lehet csak megközelíteni a bátaszéki temetőt. Igaz, a tavalyi év fejlesztéséből 9 új parkoló épült, és a belső vízelvezetést és úthálózatot is felújították, az ide vezető Garai utca állapotán nem tudott javítani a település vezetése. Az idei évi költségvetés azonban úgy készült, hogy az útszakaszra mindenféleképpen jusson forrás. Elkezdődött a munkálatok utolsó felmérő szakasza. Az útburkolat felújításán, illetve kiemelt szegély készítésén túl még az adott szakaszon meg fog épülni még az új járda is. Itt térburkolat készül, illetve a csapadék csatornába kerülnek bekötésre a házakból kijövő csapadék csatornák, illetve a tetőnek a lefolyó eres csatornái. A mostani munkálatok a felújítás műszakilag nehezebb része, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Ennek a beruházásnak a keretében a város egy nagyon-nagyon régi adósságát teljesíti, mind a Garai utcai lakók irányában, mind pedig a város többi polgára irányában, hiszen a temető megközelíthetősége, a temető körüli parkolás fog megoldódni reményeink szerint június végére. Miután a Garai utca keskeny, a munkák idejére teljes útzárlatot kell majd elrendelni, de csak így biztosítható, hogy balesetmentesen végezhessék a feladatokat.